Két versenyt is nyert Rahr László békés csabai golfozó az elmúlt hetekben. Az egyik egy nemzetközi profi bajnokság volt, melyet Ausztriában rendeztek meg. A hétvégén szombaton Lengyelfelden volt a Switerski trofi. Ezt a versenyt második éve rendezik meg. Tavaly is én nyertem. Idén is én tudtam megnyerni. Ez egy nemzetközi verseny, németek voltak ott, osztrákok, szlovákok. Tehát ez az útépítő cégnek a nagy versenye, és hát itt sikerült győzelmet aratnom, viszonylag jó eredménnyel. A másik egy senior verseny volt, ahol 1000 versenyző közül lett az első. A Alsó-Ausztria ligában ez viszont senior verseny volt, az előző az nem senior verseny volt, hanem ugye teljes körű. Itt sikerült újra nyernem, és hát most jelen pillanatban vezetem a senior ligát, Alsó-Ausztria senior ligát, ami hát tudni kell, hogy 1000 versenyző vesz részt rajta, szóval számomra ez is fontos. Inkább olyan szempontból, hogy a klubomat képviselem, és hát a klubverseny is lényeges náluk ez. Az elkövetkezendő időkben tovább folytatódnak a versenyek, és még a finnországi Európa-bajnokságon is részt vesz. Következően pedig, hát most hétvégén majd újra lesznek versenyek. Egyéni versenyek a Samsonite Tour, ahol már kétszer nyertem, és bejutottam a fináléba. Most még egyszer elmegyek. Ez valószínűleg országban vagy Svájcban lesz, nem tudom még, majd valamikor. Remélem belefér a naptárban, nem biztos, mert ezt nem lehet tudni. Ugyanis megyek az Európa-bajnokságra is Finnországba, most már ez biztos, hogy kvalifikációt sikerült megnyernem, úgyhogy innentől kezdve nem tudom, hogy a naptáram azt megengedje. Azon kívül lesz még egy vasárnapi verseny, ami fölvezetés a jövő heti csapatversenyre, ami Cellanzében lesz, egy 4 napos verseny. Azután pedig jövök haza, és utána jön a szlovák nemzetközi bajnokság, aztán az osztrák nemzetközi bajnokság. Durván a következő 3 hétben, ebből a 3 hétből olyan 14 nap golf durván. Tarlászló az egyetlen olyan versenyző, aki Békés megyéből részt vesz a finnországi EB-n.